Második óra, az isteni csere, második rész. Az isteni cseréről beszélgettünk, Isten az ő fiára, Jézusra vetette azokat a rossz dolgokat, amelyek nekünk jártak volna. Ezután azokat a jó dolgokat, amelyek Jézusnak jártak volna, ingyen felajánlja mindenkinek, aki Jézus nevére veti, Jézus nevébe a bizodalmát. Ennek a második órának a második részében meg fogjuk vizsgálni a következő 4 pontot, és az egyik az lesz, hogy Jézus elvette a szegénységünket, és az ő bőségét kínálja fel nekünk cserébe. A következő az lesz, hogy Jézus elvette a szégyenünket, felajánlja nekünk, hogy részesüljünk a dicsőségéből. A következő pont, Jézus elvette elutasítottságunkat, és felajánlja nekünk, hogy Isten befogad minket a családjában, és a negyedik záró rész pedig Jézus elvette az átkot, és az ő áldását kínálja fel nekünk, és akkor nézzük egyenként. 2. Korintus 5.21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És ahogy az előző órán már megbeszéltünk 4 témát, az isteni cserének 4 elemét, ezt nem fogom most megismételni, de csak röviden, ugye, hogy Jézus magára vette a büntetésünket, a betegségünket, a fájdalmunkat, gyógyulást, egészséget ajánl fel, Jézus magára vette a bűneinket, az ő igazságát ajánlja fel nekünk, magára vette a halálunkat, és az ő életét ajánlja fel nekünk. Tehát nézzük az 5. ponthot, tehát Jézus elvette a szegénységünket, és a bőségét kínálja fel nekünk cserébe. Isten a mi bűneinket Jézusra vetette, és Isten igazságát, Jézus igazságát helyezte ránk, és dicsérjük Istent ezért a csodálatos kegyelemért. Tehát Jézus magára vette a mi szegénységünket, és az ő bőségét kínálja fel. A 2. Korintusi levél 8. fejezet 9-es ige verse azt mondja, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén szegény életére tettetek, hogy ti az ő szegénysége által gazdaggá lehessetek. A 2. Korintusi levél 8. 9. fejezete a korai egyház pénzügyeiről szól. A 8. részben Pál a korintusziakhoz szól, a jeruzsálemi gyülekezetnek gyűjtött adományról. Azért miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben, és minden buzgóságban és a hozzánk való szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsképpen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Jézus szegény élet, hogy mi meggazdagodjunk. Mikor vette magára Jézus a mi szegénységünket? A földi itt léte alatt, amíg itt járt a földön? Jézus nem járt szegénységben itt a földön. Minden ember, aki 2 halat és 5 kenyérből 5000 férfit el tud tartani, az nem jár szegénységben. Tudjuk, hogy utána még 12 kosár maradt maradék, azt is tudjuk, hogy az a 5000 az csak férfi volt, és akkor még ott voltak a feleség és a gyereke. És 12 kosár maradt még, tehát ez a bővölködés, ez nem lett szegénység. Mindenki, aki úgy tud adót fizetni, hogy tudja, hogy hol kell a halat kifogni, az nem szegénység. Mikor vette Jézus magára a szegénységünket? Hogy ezt meg tudjuk válaszolni, ezt a kérdést, először is fel kell tegyük azt, hogy mi is a szegénység. Ez meg van határozva a Szentírásban. Az 5 Mózes 28.48 így szól, szolgálod majd a te ellenségeidet, akiket reád bocsájt az Úr, éhen és szomjan, mezítelen, és mindennek szűkében, és vasigát vett a te nyakadra, míg nem elpusztít téged. Tehát a teljes szegénység 4 oldalát vázolja itt fel a Szentírás. Ajánlom a figyelmetekbe, 5 Mózes 28.48, tehát az éhség, a szomjúság, a ruhátlanság, és mindenben való szűkölködés. Aki ezt a 4 dolgot megtapasztalja, szegénységben jár. Mikor mondja a Szentírás, hogy Jézus elszenvedte ezt a 4-et? Ez a kereszten történt meg, amikor Jézus haldoklott. Tudjuk, hogy éhes volt, szomjas volt, mezítelen volt, és mindennek szűkében volt. Hát ez az abszolút szegénység.
Ezt a szegénységet magára vette értünk. Az atyánál hagyta az ő gazdagságát a dicsőségben, és szolgai formát vett fel, és engedelmes lett, mint halálig, a kereszt haláláig. Hálát adunk Istennek, hogy ő elvette a szegénységünket. Sokan kicsavarják ezeket az igéket, Isten pedig meg akarja áldani az egyházat bővölködéssel. Mi nem Krisztusért vagyunk betegek, mi nem Krisztusért vagyunk szegények, mi nem szenvedünk Krisztusért, mert Jézus már szenvedett érettünk. Tehát lesznek emberek a világon mindenütt, akik szegénységben élnek. Ez nem csak nekünk üzenet az első világban, a második világban, az harmadik világ számára is igaz. Isten minden gyermeke számára igaz, bárhol is éljenek. Tehát Jézus magára vette a mi szegénységünket, hogy mi megkapjuk az ő bőségét. Nem ismerik fel, hogy Isten miért adta számunkra a bővölködést és a bőséget, miért adja meg Isten a bőséget, célja van vele. Van egy alapelv, amit az igén keresztül követhetünk, tehát van egy célja Isten szívének, ami bőségünkkel. Isten azt akarja, hogy egy lakóhelyet építsünk a mi bőségünkből. Isten együtt lakott az emberrel, és ezt látjuk a Biblián kezdetén is. Az alkonyat hűvösében, amikor Isten együtt lakott Ádámmal és Évával, és tudjuk, hogy így fejeződik be a Szentírásnak a vége is a Jelenések könyvében, hogy az új Jeruzsálemben Isten lejön, és együtt lakik az emberrel. Ádám és Éva, tudjuk, hogy vétkezett hibát követtek el, nem voltak többé képesek együtt lakni közösségben Istennel. Így kezdődik a Biblia. Isten szíve ugye együtt akar lakozni az emberrel, és hogyan végződik a Szentírás, és családot akar Isten maga köré, és erről a tervéről nem tett le. Hogyan végződik? Isten leszáll az emberhez. Tehát a kezdet és a vég között van egy kis letérés az útról. Istennek megvan az oka, hogy Krisztus testében bőséget adjon nekünk. Azt akarja, lakóhelyet építsünk a számára. Ószövetségi példákat, ha előhozunk, Mózes kivezette Egyiptomból Izrael népét. Az azt megelőző éjszaka elhagyták volna Egyiptomot, Isten mondta, mondd meg az embereknek, kérjék kölcsön az összes edényt és drága holmikat az egyiptomiaktól, holnap magatokkal fogjátok vinni Egyiptom gazdagságát. Talán úgy tűnik, hogy Isten arra tanította őket, hogy lopjanak, de a történet nem erről szól. Inkább arról szól, hogy gyűjtsék egybe a 400 évi rabszolga fizetést, illetve 430 évi rabszolga fizetést, amikor Mózes és Izrael fiai kimentek a pusztába. Isten célja mi volt? Ő bőségben voltak. Azt mondta Isten, fogjátok azt a gazdagságot, és építsetek nekem egy lakóhelyet. Mózes és az izraeliták Egyiptom gazdagságából építettek szent sátrat Istennek a pusztában. Amikor megépítették Isten terve szerint, Isten dicsősége leszállt a mennyből, nappal felhő formájában, éjjel pedig tűzoszlop kísérte őket. Isten az ő népével lakozott a szent sátorban. Mindig is ez volt Isten célja, hogy miért akar mi közöttünk élni, azt mondjuk nem tudjuk, de ez a célja így kezdődik, és így fejeződik be a Szentírás, a Biblia. Az izraeliek a legközelebb Dávid korában, Dávid napjaiban voltak, igen, megáldva, nagy bőségben volt az arany. Isten azt mondta, építs nekem házat. Dávid királyságában gazdagság volt, az ezüst úgy megsokszorozódott, mint a kő. Dávid hatalmas vagyont halmozott fel, hogy az Úrnak a házát építse. Tehát fogd a bőséget, és építs lakóhelyet. Az Ószövetségben ez volt a bőségnek a célja, az értelme, építs nekem házat. Ha megnézzük az Új Szövetséget, az Új Szövetségben nem épületekben lakozik az Úr, hol lakozik? Isten a szívünkben lakozik. A II. Korintus 6. fejezet 16-os igében Pál apostol azt mondja, nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szent Szellem temploma? Isten bennünk lakik, Isten épülete vagyunk, ezért adja Krisztus testének a bőséget, hogy a világot elérjük Jézus Krisztus üzenetével, az evangéliummal. Ezért akar mindnyájunkat megáldani. Isten országába, amikor vetünk és adunk, akkor várnunk kell, hogy az Úr visszaadja az bőségesen.
Tehát fogjuk azt a bőséget, és essük be Isten csodálatos királyságába újra, hogy minél több embert el tudjunk érni. Jézus Krisztus öröm üzenetével. Tehát ez a kulcs számunkra, hogy hogyan tudjuk elérni az embereket Jézus számára. Hát Jézus magára vette a szegénységünket, és az ő bőségét ajánlja fel nekünk. Filippi levél 4:19. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Az ige szerint el kell hinni, hogy Isten valóban betölti a szükségeket, hisz történelmi események vannak a múltban és a jelenben, hogy az ő gazdagsága szerint dicsőségesen gondoskodik rólunk. Az Úr gondoskodása van velünk, hisz Jézus azért lett szegényé a kereszten, hogy mi gazdagá legyünk, hogy jusson az evangéliumra, hogy jusson minden dologra, amit a földön Isten be akar végezni. Ha betöltjük az ő törvényeit, hajlandók és engedelmesek vagyunk, a föld javaival fogunk élni. Jézus azért jött, hogy minden szívünk kívánságát betöltse, és neked ezt el kell hinned. Ez nem egy terv, ez Isten akarata, úgyhogy tarts ki abban, amit kérsz. Isten szólt hozzám egy alkalommal, és azt mondta nekem, hogy tanítsd az én népemet, hogy ne hajoljanak meg a szükségeik előtt, buzdítsd és bátorítsd őket, hogy akár az elhívásukat betöltsék, és hogy növekedjenek, hogy ne a szükség nyelvét beszéljék. Ez rendkívül fontos. Jézus mindig odafigyel arra, hogy nekünk mi a szükségünk. Tudnod kell, hogy ő, neki van terve a te életeddel, és a talentumokat is azért adta, hogy megsokszorozzuk, és azzal a hittel, amellyel megajándékozott minket, mi ugyanazzal a hittel kell jól sápárkodjunk. Tehát Isten a kezdetnél elrendelte a véget. Te ne hidd azt, hogy soha nem fogsz bővölködni. Én azt kérdezem tőled, mit akarsz ma Istentől? Isten azt mondja, hogy be fogja tölteni a te szükségedet az ő gazdagságából. De ehhez neked egy magasabb szinten kell elkezdeni gondolkodni Isten bőségéről, gazdagságáról. Jézus már mindent elvégzett. Isten gazdagsága kimeríthetetlen. Isten túlcsordultat akar adni. Úgyhogy ne gondolkozz kicsiben. Kezdj el álmodni hatalmas dolgokat. Vagyis ne helyezd a jelenedet a jövőbe. Ó, majd holnap, majd, ha fizetésemelést kapok. Ne told ki a megoldást, a kérést, a hitedet a jövődbe, hanem a hit nem tekint a láthatókra. A hit azt mondja, hogy most van meg nekem. Vagyis ne tekints a láthatókra, mert azok csak ideig valók. A legjobb most van, és ne várj holnapig. Most a legjobb. Dicsőség Istennek. Hálát adunk, Uram. Hatalmas dolgokra álmodunk, és hisszük, hogy valóságba jön. Tehát addig, amíg nem jön valóságba, addig hisszük. És ez rendkívül fontos mindenkinek. A Szentírásban van egy csodálatos ige, ami engem nagyon megragadott. A Prédikátorok 10:4, ezt a könyvemben is, a Bővölködés könyvben leírtam. A Prédikátorok könyve 10:4. Láttam, hogy a szolgák lovakon ültek, a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák. Ez a mai időkre is igaz, mert a szolgák lovakon, kocsikon járnak, a keresztények szűkölködnek, és aki lovon ül, az mondja meg a másiknak, hogy mit tegyen Krisztus testében. Most fel van cserélve a fej és a farok jelképe. Krisztus testének kellene a lovon ülni, nekünk nem egy szegény Istenünk van. Látod, 5000 embert megvendégelt Jézus, neked csak hinned kell. Szeretnélek figyelmeztetni, hogy Jézus a kereszten szegény élet, hogy te bővölködjél, ne engedd, hogy a világ befolyása, a hitetlenség, a kétség, a félelem bejöjjön a te életedbe. Nekünk nem kell koldusnak lenni a gazdag ember kapujánál, hanem fordítva kell lenni. Nekünk meg kell mutatni a világnak, hogy milyen Istenünk van, hogy milyen az ő gazdagsága, az ő bősége, és hogy kicsoda mi Istenünk, hogy nem feledkezik el rólunk. Az igéből alapot kell venni.
hisz a teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Az anyagi stressz sok betegséget okoz. Néhány szolgálat nem bírja a szolgálatát sem ellátni. Betegséget okoz, stresszt okoz, vérnyomást, cukorbetegséget, válást okoz az anyagi nehézség. De mi az ígére alapozunk, az igazság ismeretére, hogy minden tévedés felszínre tudjon jönni. Jézus megváltott minket a törvény átkától, hogy a Galata 3.13.14 mondja, ő lett átoká életünk, ő lett szegényi életünk. A legtöbb hívő életében az anyagi dolgok nem a megfelelő irányba haladnak, és mintha tudatlanság lenne még a szolgálatok körében is. Ne törődjetek bele a helyzetbe. Mi a föld javaival kell, hogy éljünk. Nem törődünk bele a nehézségbe. És tudnod kell, hogy nem úgy működünk, mint a világ gazdagsága, hogy egyszer lent, egyszer fent, és mindig van valami akadály. Isten rendszere mindig felfele megy, és folyamatosan növekedik. Isten nem változik, az ige szerint el kell hinni, mert Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ha ez nem működik most az életedben, akkor a János Evangélium 10.10 azt mondja, a tolvaj nem egyébért jön. Lopjon, öljön és pusztítson. Meg kell tiltani a tolvaj munkáját, és ki kell jelenteni, hogy Jézus lett szegényé a kereszten, úgyhogy nem lophat e világ Istene sem tőled, sem a gyülekezet tagjaitól, Krisztus testétől, úgyhogy gyökerezd meg az igébe, és válj szabadá minden félelemtől, anyagi csődtől, legyen a szíved erős és bizakodó, és semmilyen rossz hírtől ne féljél. Elveszük Krisztusban az áldást, mert ő ezt adta nekünk, és nem csak lakóhelyet építünk neki, hanem az áldásunkból kicsorog másokra is. Köszönjük Istennek! Köszönjük, Uram! Hálát adunk a bőségért, a bővölködésért, és köszönjük a túlcsordult áldást. 6. pont, Jézus magára vette a mi szégyenünket, és felajánlja nekünk, hogy részesüljünk az ő dicsőségéből. Tehát a rossz, amit magára vett Jézus, ugye szégyennek hívják. A jó, amit az ő egyházának ad, hogy az ő dicsőségében való részesedés. A Zsidólevél 12.2. Nézve a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Tehát Jézus elszenvedte a keresztet és gyalázatot. Jézus, amikor a kereszten függött, ugye átérezte a gyalázatot, és hatalmas elutasítottságot tapasztalt meg a kereszten, és szégyen, és le volt mesztelenítve. Valójában mi is a szégyen? A szégyen az az értéktelenség érzése. Jézus ezt átérte, amikor mesztelenül függött a kereszten. A kereszten nem csak a gyógyulásunk lett betöltve, nem csak az anyagi, pénzügyi szükségeink lettek betöltve, hanem az érzelmi szükségeink is belettek töltve, dicsőség Istennek. Tehát a gyalázat, a szégyen komoly befolyást gyakorolnak az egész emberiségre. A kigondozás 80%-ában két szóban összefoglalható az, ami foglalkoztatja az embereket. Első szó a gyalázat, a másik pedig az elutasítottság. Jézus a gyalázatot és az elutasítottságot is megtapasztalta a kereszten. Mi a gyalázat? A szégyen. A gyalázat az volt, amikor Úr Jézus Krisztus mesztelenül ott függött a kereszten. Itt van Isten fia, az atya szívének a büszkesége, aki mezítelenül függ a kereszten. Az emberek kinevették, kigunyolták őt, tehát az Úr megtapasztalta a gyalázatot. A gyalázat különböző formája, például a családok szexuális visszaélések vannak. A gyerekekkel, akikkel visszaélnek, bántalmazzák őket, gyalázatot élnek át. A legszörnyűbb gyalázat a földön. Tehát mindenütt történnek ilyen dolgok. Az időskorban is magukkal hordozzák a leolázást és a gyalázatot az életükben. Nem könnyű feldolgozni, amikor visszaélnek dolgokkal az emberek. Tehát meg kell tudnunk bocsájtani,
mert Jézus is megbocsájtotta mindannyiunk bűnét, bocsáss meg. Erre biztat Jézus is. Van megváltás a gyalázatban, Jézusra méretet, és neked már ezt nem kell hordoznod. Isten adjon neked vigasztalást minden gyalázatból is kijövetelt békességet. 7. pont. Jézus elvette az elutasítottságunkat, és felajánlotta, hogy befogad a családjába. Máté evangélium 27. fejezet 46-os igevers. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiálltam Jézus mondván. Eloi, Eloi, lamma szabaktáni, az az én Istenem, miért hagytál el engem? Az Atyaisten ráhelyezte a Fiúistenre a bűneinket. A bűnünk akkor rákerült Jézusra, és elválasztottnak érezte magát. A bűn, ahogy rátelepedett, azt mondta, Istenem, Istenem. Miért nem atyát mondít? Mert elutasítottságot élt át. Hogyan lett Jézus bűnné érettünk? Jézus az elutasítottság miatt, amit a bűneinkért szenvedett el, úgy érezte, hogy el van választva az atyától. Tehát azt mondta, Istenem, Istenem. Nem azt mondta, hogy atyám, atyám. Elutasítottság az egy borzasztó dolog. Mindannyiunk számára, Jézus számára is az volt. Elutasítottság ma a társadalomnak nagy részében működik. Nagyon sok emberrel megtörténik, hogy a férj otthagyja a családját, a feleségét, a gyermekeiket, és a nő viszont a szülő elutasítja a gyermekét. A testvérek elutasítják egymást. Abban arra kaptuk a gazdagságot, hogy Jézust elérjük az ő csodálatos üzenetével. És Jézus tudja, hogy mi mit érzünk. Az elutasítás nem jó érzés. Hála Istennek, hogy ő megérti ezt. Jézus magára vette az elutasítottságunkat, megérti az érzelmi konfliktusainkat, helyzetünket, és tudjuk, hogy ő megváltott minket ebből a romboló pusztító érzelemtől. Hála Istennek, hogy Jézus magára vette az elutasítottságunkat, és felajánlja, hogy befogad Isten családjába, El Shaddai családjába, és ez csodálatos. Ha Jézus magára vette az elutasítottságunkat, és felajánlja, hogy Isten családjába befogad, akkor ez a legnagyobb kiváltság, amivel rendelkezünk. Tehát ima által felmehetünk a csillaglépcsőkön a mennybe, Isten jelenlétébe mehetünk, bátran oda mehetünk Jézus vére által, belettünk fogadva ebbe a csodálatos családba, és mondhatjuk, hogy Abba, atyánk, vagyis Isten atyánknak nevezhetjük. Nézzük a Róma levél, 8. fejezet 15-ös igeversét. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk Abba, atyám. Abba, atyám, ugye apuka, ezt is jelenti. Köszönet Istennek, és akkor nézzük a 8. pontot, a Galata 3. fejezet 13-14-es igeversét fogjuk megvizsgálni. Jézus elvette az átkot, és az ő áldását kínálja fel nekünk. Tehát Jézus megváltott minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy elnyerjük ezt a csodálatos ígéretet. Tehát Jézus megváltott minket az átokból, és törvényesen felajánlja az áldásait nekünk, hogy Ábrahám áldásai legyenek a pogányokon. Mik Ábrahám áldásai? Ezt tanulmányozd át, kérlek, az 5 Mózes 28. fejezet, a 2-től 14-es ige versekig. Tudunk minden, hogy ezt az egész 28. fejezetet, 14-esig az áldás, és onnantól pedig az átkokról van szó, de az áldás része a győzelem is, a bővölködés, a termékenység, a kegy, a jó szerencse. Ez azt mutatja, hogy Istent érdekli a kis dolgok is a mi életünkben, és jogunk van, hogy kegyet és jó szerencsét kérjünk az atyától. Jó szerencsét, anyagi áldás, bőséget magunkra, a családunkra. A jó dolgok, azok mindig az ő megváltásának a része. Tehát kérlek, hogy tanulmányozd ezt az igeverset, illetve fejezetet, az 5 Mózes 28-at. Ha megnézzük ezt a 8 pontot,
hálát adunk Istennek, hogy Jézus Krisztus valójában magára vette a büntetésünket, és a bűnök eltörlését ajánlja fel. Jézus magára vette a betegségünket, a fájdalmunkat, gyógyulást, egészséget ajánl fel. Jézus magára vette a bűnünket, és az ő igazságát ajánlja fel nekünk. Jézus magára vette a mi halálunkat, és az ő életét ajánlja fel. Magára vette a szegénységünket, és a bőségét ajánlja. Magára vette a mi gyalázatunkat, és az ő dicsőségében való részesedést ajánlja fel nekünk. Jézus magára vette az elutasítottságunkat, és felajánlja, hogy befogad Isten csodálatos családjába. Jézus magára vette az átkot, és az ő áldásait ajánlja fel nekünk. Tehát csodálatos az üdvösség, hála Istennek érte. Köszönjük Istennek, hogy egy gyönyörű örökséget kaptunk, bár sokan nem e szerint élnek az emberek. Köszönjük Istennek az isteni cserét, és köszönjük, hogy megértelmet és megvilágosodást kapnak, hogy éljenek ezekkel a csodálatos áldásokkal. Megkérdezném most tőletek, hogy Jézus hol vette magára a szégyenünket, akkor ugye mindannyian tudjuk, hogy a keresztnél. Szegénység, az éhezés és szomjúzás, a ruhátlanság, és mindennek nélkülözése. És átlettük ezt is ezen az órán, hogy Isten azért ad nekünk pénzügyi bővölködést, mert célja van azzal, hogy nekünk bővölködést szán. Mi volt a cél? Tudjuk, hogy házat építeni neki. Tehát ez volt a célja. Áldjon az Úr benneteket, találkozunk a következő órán. Amen.